akkor mindenkit csak szeretettel üdvözlök. Gyorsan neki is állunk a mai testületülésnek. Kiment a meghívó. Egyet módosítanék rajta, hogy a 6-os, 7-es, 8-as napi rendi pontot most levennénk és áttennénk júniusra. Jó, ezek mind ilyen olyan, amiről jobb, ha mindenki itt van. Akkor beszélünk, és nem semmi határidő nincsen ahhoz, hogy el kellene ma fogadni. Ebből adódóan, ami marad, az a költségvetés és az elszámadás, mint kettő napi rendi pont, és utána van a HÉSZ-nek egy szabályozásának a módosításai, az pedig arról szól, ami a közmeghallgatáson is megbeszéltünk már, de ugye ennek van egy második üteme, és azokat kell gyorsan elfogadni, hogy tovább tudják a tervezők ezt vinni. Jó, ha így megfelel, akkor szavazzunk. Jó, köszönöm. És akkor neki is állnánk. Tehát első a 18 évi költségvetési rendelet módosítása, és ugye a 18 évi zárszámadási rendelet. Én azt mondanám, nagyjából tárgyaljuk egyben, mert ugye a módosítás abból adódik, hogy ugye hogy a zárszámadás helyes legyen, tehát törvényileg. Tehát majdnem melyik az első, melyik a második kérdés, és akkor inkább beszélgessünk a költségvetésről, tehát vagy az zárszámadásról, mert az a lényeges ennek a pontja. Ugye elég nagy tanulmányt kaptunk, meg kell mondani, hogy sose kaptunk még ilyen részleteset, és ennek örülünk, meg azt is megmondom, akár így aki most volt kolléganő, a Dália, annak a munkáját azért látszik, hogy szakember volt, és sajnáljuk, tehát az, hogy ő elment. De be is mutatom akkor az új kolléginát, aki ugye idejének a legnagyobb részét már itt tölti fizikailag is Jógárdon. Jó, én azt is adnám a szót, mert szerintem Hajni az régóta ismer, és akkor te nagyon röviden, jó? Csak egy mondat, vagy így. Akkor bemutatnám Papás Andrát. Most kezdett nálunk május 15. napján. Ugye számviteli főiskolai végzettségét most szerezte meg, úgyhogy felsőfokú végzettségű, több mint két éve már pénzügyi vezetőként dolgozott az előző helyéről, ahol jött, és hát én nagyon örülök, hogy őt sikerült tulajdonképpen idézőjelesen átcsábítani, de igazából annak örülök, hogy ő idejött hozzánk, és való igaz, ahogy a polgármester úr is mondta, Siolgárdot fogja könyvelni, vagy siolgárdi könyvelést fogja vinni. Ennyi. Én megmondom ebben az két hétben, hogy amióta itt vagy, én szerintem hasonló a hozzáállás, tehát én egy kicsit most megnyugodtam ilyen szempontból, a könyvelés szempontjából, jó? Tehát nem kell bízni magát senkinek, de nem az a fajta vagy. Én úgy látom, hogy nem lesz ez rossz. Jó, akkor térjünk is rá, ami a legfontosabb. Aki át tudta nézni, ugye aztán vannak benne mindenféle táblázatok, elég részletes. Ugye azt kell mondani, azért is nagy számok vannak benne, mert ugye ez a megoldás, ez a 18. január 1-ére könyvelt adatok, amik 17-ből nem lettek lekönyvelve, ez itt egy kicsit, nem is kicsit torzítja. De itt 18. december 31-jel így viszont visszaesünk könyvelésileg a reális, vagy a valós helyzethez, tehát ezzel lezárjuk ezt az előtti évnek azt kell mondani, idióta könyvelését. És most január 1-től tiszta lap van, tehát összehasonlítható. Azért vannak benne nagy számok, de ugye ez nem jelenti azt, hogy nem lehet kiolvasni, mert a végeredmény, ugye, ami nagyjából szerintem érdekel bennünket. És két végeredmény, mert ilyet csak kaptunk különben eddig, tehát maga a vagyonnak a kimutatása,
ez nekem pozitív, hogy ezt is meg, mert mindig szerettem volna látni. Tehát azért meg kell mondani az elmúlt öt évben, azért itt majdnem, hát nem is a duplájára, de közel az önkormányzati vagyon növekedett, tehát azt hiszem 1,1 milliárdnál tart az önkormányzati vagyon. Tényleg ilyeneket kellett volna kapni mindig, mondom az őszintét. Nem csak azért, hogy mert a végeredmény az egy dolog, de azért ebben vannak olyan részletek is, amik azért jobb, ha tudja az ember. A vége ugye az, hogy nem látszik belőle, de olyan több mint 10 millió forint az ártuk az évet, tehát a tavalyi évet, az azt mondani, az, hogy nem rossz, sőt, jó. Ugye ez több mindenből is adódott, vagy így, de egy megnyugtató, hogy már ezelőtt is beszéltünk róla, ugye, amikor még számokat nem tudtunk, csak a pénzügyi helyzetünkből adódóan sakmattoztunk, hogy hová lehet az eredményt betenni, akkor én ugyanide lőttem be, hogy valahol itt kell lenni ennek a végének, mármint a pénzünkből kiindulva. A többiből pedig, ha van kérdésetek, akkor vagy itt a pénzügyi szakemberek, de én azt tudom mondani, hogy hál' Istennek le van zárva, és az, hogy a végeredménye meg teljesen jó sikerült, egy évet zárunk, attól, hogy nehéz kicsit kiolvasni. És ez annyit tennék hozzá, hogy igazából ezért küzdöttünk ideig, hogy végre egy közel valós képet kapjunk, azért nem valós, amit mondott is a polgármester úr, mert sajnos az, hogy 2018. január 2-ára könyveltük le a lekönyveletlen tételeket, ez nyilván bezavar a végeredménybe. Ugyanakkor az, hogy a 2018. évi beszámolónkat elfogadta az államkincstár, igaz, hogy magyarázattal, tehát nyilván le kellett írnunk, hogy miért oda kerültek lekönyvelésre. Igazából az államkincstár is jóvá hagyta ezt a könyvelést, és ezt a 2018-as év teljes könyvelését. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikerült annyira rendbe tenni a dolgokat, hogy az új munkatársunknak már könnyebb dolga lesz. Pénzkészlet helyre került. Nem mondom, hogy minden tökéletes, mert olyan nincsen, amikor minden tökéletes, de tényleg 2019 már egy olyan év lesz, amikor tényleg a valós kép lesz, és a valós dolgokat látjuk, és hát minden területen ezért dolgoztunk, hogy a kolléginákkal, hogy eljussunk végre oda, hogy mindenhol helyére kerüljenek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy most azért már ennek látszik az eredménye. De ha valakinek konkrét kérdése van, akár a költségvetés módosításával, akár a zárszámadással kapcsolatban, akkor nyugodtan tegye föl. Már csak ilyen számaink lennének egy évben, tehát 400 milliós. Tessék. Nekem lenne jegyzőszöntjük, kérdezem, akkor ezután a többször, úgy mondom, hogy sarokpont volt. Hát jegyzőasszony szerint az a temérdek sok papír zárszámadásként ez törvényileg maximálisan megfelelő, ez és ön elfogadásra javasol a részünkre. Ez így van, és hozzá is teszem nyilván az én nyilatkozatomat is, hogy ez megfelel annak, amit én vállalni tudok. Nyilván ebben én voltam benne a 2018 évért, mert tudom vállalni én a felelősséget, hiszen hát tényleg megdolgoztunk azért, hogy eljussunk ide. Úgyhogy igen. Köszönöm. Igen, nekem is lenne. Örülök, hogy van szerencsém megismerni az új gazdasági vezetőt, vagy nem tudom, milyen pozícióban van most itt a közös önkormányzati hivatalnál. Én azt mondom, hogy tavaly a legneurologikusabb pontja Sihalgárdon az önkormányzati működésnek, az a könyvelésnek az állapota volt. Sok aggodalomra adott nekünk okot, hogy nem láttunk számokat, nem láttunk tisztán, nem tudtuk, hogy mennyi a pénzünk, és nagy aggályunk volt, komoly aggályunk volt, hogy az elmaradt könyvelési tételek, amik lekönyvelésre kerültek, hogy majd egyébként az állami, vagy az államkincstár, hogy viszonylag nagy örömmel hallgatom, meg olvastam itt az anyagban valahol, hogy tulajdonképpen befogadta, elfogadta, és így az, hogy van gondolom, vannak észrevételei, de
de jóvá hagyta. Tehát nem lesz neki semmiféle negatív következménye. Egyébként az ön reputáció az, ahogy itt hallom a polgármester úrtól, meg a jegyző azt mondja, beszélgetve nagyon jó, tehát én hajlok hinni és bízni önbe, hogy tényleg akkor most ilyen szinten is előre tudunk lépni itt a könyvelés tekintetébe. Ami az anyagot is, illeti egy nagyon részletes is, és értelmezhető, nyomon követhető anyag. Ugyanakkor biztos, hogy lesznek majd kérdések, hiszen a lényeg az általában a sorok között van mindig elrejtve. Na most én azt gondolom, hogy erre az anyagra vissza fogunk térni. Tudnék, itt zárul egy önkormányzati ciklus 2019-ben, egy 5 éves ciklus, és majd indul egy új az önkormányzati választások után. Tehát előtte mindenképpen azt gondolom, hogy beszélni kell az elmúlt 5 év tevékenységéről, eredményeiről, mi volt, ami jó volt, mi volt, amin változtatik. Tehát értékelni kell újra egy hasonló szintű beszámoló keretében majd. Legalábbis én ezt gondolom, hogy ez lesz. Amit én kifejezetten szeretnék kérni, majd előre bocsátva, hogyha kész egy ilyen anyag, akkor tekintettel arra, hogy itt ha nálunk a sokat szapult Európai Unió, meg egyéb, ami a médián keresztül eljut az emberekhez, és sok esetben nem tükrözi teljes mértékben a valóságot, mennyi eurós forrás érkezett Síalgádra? Amivel meg tudtuk valósítani a beruházásaink egy részét, ami a finanszírozáshoz hozzájárult, hogyha arról majd tudnának adott esetben, vagy időszakban kérdezte, jó, tudok erre válaszolni. Én nem hiszem, hogy kapásból tudsz, hogy mennyi pályázatokon keresztül, meg egyéb, tudnám, hogy mennyi... Ha a kérdés van ilyen szempontból, ez nem ő rájuk tartozik, ez rám tartozik. Hát ezt nem tudom, jó. Ez akkor... így van István, ez törvény így írja elő. Hogy? Nekem kell válaszolni. Jó, hát akkor így szépen, tudsz, akkor válaszolni. Jó. De csak én azért mondom, hogy készül egy ilyen anyag, aztán, hogy a polgármester fogja előterjeszteni, de engem érdekelne egy ilyen, és ezt azért kérem, hogy én szerintem erre szükség lesz, hogy erről, tehát az EU-s pénzek felhasználásáról Síalgádon majd készüljön egy ilyen anyag. Egyébként ugye kiderül az, hogy tulajdonképpen, és ez évek óta elmondtuk több alkalommal is, hogy a költségvetés egyik legnagyobb kiadás az a működési kiadás. Tehát, hogyha ha sok esetben az állami normatívák sem fedezik a működés költségeit, bármilyen erőlködésünk van a tekintetben, hogy minél olcsóbb, minél gazdaságosabbat tegyük, ez nem működik. Tehát mindig szükség lesz pályázatra, ügyesen kell pályázni, jól kell pályázni, meg kell találni azokat a csatornákat, ahonnét ilyen forrásokhoz jutunk, mert egyébként a költségvetésünk akkor nem fog teljesülni, mert egyébként hiába van, ugye most 480 millió körül, pontosan nem emlékszem, de körülbelül annyi a bevétel és kiadási oldalon. Ebben némelyik az. De jó, de most ez csak így nagyságrendileg mondom. De való igaz, hogy nagy, tehát van benne elég sok. Tehát iszonyatos nagy, marha magas szám. Működésünknek, tehát a Síalgád önkormányzata működése ott a 60 millió környékén táncol. Tehát arányaiban, de gondolom ez hasonló minden önkormányzatnál. Tehát nem csak a Síalgád a jellemző, de örülök annak, hogy mondjuk ilyen... Itt találkoztam a legtöbb pályázattal, megmondom őszintén, mint más helyeken. Decsen is dolgoztam Műcsényben, és ennyi pályázat azért nem volt, mint itt. Úgyhogy... Azért mondom, hogy az, hogy erre nekünk szükségünk is van, a jövőre is szükség lesz. Tehát szólunk róla. A kérdésben is bent, tehát az, hogy a maga működésre pályázni nem lehet. Maga működésre most már az, ami az állami úgynevezett önhiki, vagy hogy hívják ezt? Most már rendkívüli támogatása, szinte a nullára lecsökkentették az önkormányzatoknál. Tehát működés, ha nem tud működni egy önkormányzat, akkor meghalt. Tehát akkor maximum kér egy segítséget az államtól, annak az a vége, hogy ugye, amit már többször elmondtam, hogy kivezénylik az állami a kormányhivatal, és ő dönti el azt, hogy visszahozza a mínuszból az önkormányzatot. Ugye ezt tudjuk, mit jelent az, hogy minden, ami számára nem létfontosságú, azt ugye megvágják. Ugye idáig
nem tudom, hány önkormányzat, de előbb-utóbb el fognak jutni, tehát ez a saját véleményem, mert ugye azért a költségei növekednek, tehát azért a minimálbér itt rettenetesen érinti azért a nálunk is, tehát az, akik dolgoznak legalább 10, akik minimálbéren szerintem, így most nem akarom biztos, hogy 7-8-10, minden évben, ugye az utolsó 2-3 évben ez a minimál béremelkedés ez nőtt, alapanyagok nőnek, és azért meg kell mondani, hogy nem csak az, hogy most szépen az eredmény, vagy nem, hanem azért úgy működtetjük, és ez egy fix pénz, ez a 60 körüli, tehát majdnem azt kell mondani, a bevétele szinte azt kell mondani állandó, a költségeink azok csak nőnek, a kiadás az évről évre nő, de nem kellett hál' Istennek adót emelnünk, nem kellett külön, mit tudom én, akár az étkezési díjakat emelni, ami bevételi forrás, vagy egyéb adókat kitalálni, vagy mit tudom én, biztos, hogyha nagyon okoskodnánk, tudnánk olyat, amit a lakosságra át lehetne hárítani, de hál' Istennek másodperc is se kellett, abba kell kigazdálkodni, persze ez vannak néha olyan egyeseknek nem tetsző dolgok, amikor meg kell egy kicsit nagyobbat kell nyerni, de kell olyat dönteni, ami a megtakarításokról szól, aminek nem biztos, hogy ha sok pénzünk lenne, akkor úgy döntene az ember, de az a másik oldala, ugye a bevételeink, mivel a lakosság létszám egy része, tehát az határozza meg, nem nagy, tehát most ez minimális növekedés, ez nem fogja eldönteni. Vállalkozói helyzetben szerintem nem fog változni az elkülön, eddig sem nagyon változott, maximum csökkent a lehetőség, tehát bevételek azt inkább azt mondanám, hogy fix. Kiadások azok nőnek. Még hál' Istennek, mint a rezsi, az ugye ez a maximum rezsi, vagy fix rezsi, vagy hogy hívják, tehát ezzel azt elérhettük, hogy legalább az nem nő. A bérköltség, tehát az pont egy ilyen megbeszélésen én föl is vetettem azt, hogy most már egy önkormányzat, már nem az, hogy de szép és de happy, vagy nyírjuk a füvet, hanem sajnos arról kell gondolkodni elsősorban, hogy embereket megtartani, hogy egyáltalán dolgozzanak az önkormányzatnak, és fönn tudjuk tartani minimálisan bárki, és az, hogy megtartani, meg az, hogy miből fizetjük ki a bérüket. Mert ugye őket az állami pénz, vagy amit kapunk pénzt, ott nem érdekli őket, hogy ez 3 emberre oldod meg, vagy 100 emberre. Tehát ő ad egy összeget, azt nem mindenki úgy gazdálkodik, mint otthon egy családi költségvetésben is, ha annyi a bevétel. És ugye ezt azért mondom, ha így bele is fogtam, tehát el kell mondani, tehát az meg, mert hallok egy-két ilyen fél vélemény, olyan nincsen, hogy lehet kérni bárkitől is, tehát ez az álomvilágban. Az akkor volt, amikor piros telefon volt a tanácselnöknek az asztalán, főhívta, aztán küldtek neki pénzt, ez már 30 éve, hál' Istennek elmúlt, tehát ennyit erről. Én azt mondanám, hogy talán ez a 10 millió annak is, vagy a tavalyi eredménye az, hogy ugye annyira rossz volt a könyvelésünk, hogy ugye nem mertünk költekezni sem, mert nem tudtuk, hogy ne találtam végén a közvilágításra kell majd kifizetni. Így aztán olyan kétszer meggondolás volt mindenben, hogy mindegy. Tehát hozzá az, hogy lássuk tisztán, hogy mi van, hogy a másik meg az, hogy ugye a ciklusosságnak a dolga, tehát a pályázatok, ugye, amit már sokszor elmondtam, de nem elégszer. Tehát ha van egy pályázat, abban az elején be kell szállni ugye anyagilag, ez belefér a tervezés, pályázatírás, stb. Muszáj betenni a pénzt, és az még nem az, hogy nyerünk. Azt, ha nem nyerünk, az a pénz a kukába megy. És ugye azért tavaly volt az hogy ugye a pályázataink kifutottak, a kivitelezés, meg a megnyerés, és ugye ilyenkor tudjuk visszavenni. Tehát amit évek folyamán, mert mit tudom, most csak egy példa az óvodának, az már 2 éve ezelőtt bele kellett tenni, és azt tavaly tudtuk kivenni, amikor ugye már pénzt kaptunk is az uniótól, vagy uniótól, hát az államtól. Tehát
és ezért azért tavaly ugye ezek a pénzek azért jöttek vissza, mert hál' Istennek azért nagyobb arányú, ahol nem nyer egy önkormányzatot, meg olyan, mint a kukába dobta volna, tehát ezért életveszélyes, tehát költségvetésileg azt is, hogy nullára valaki nulla körül, vagy leledzik, mert az életben nem tud belekerülni. Még azt, hogy megnyerni, odáig ne is jusson el, egyáltalán beadni egy pályázatot. Ugye manapság már senki nem dolgozik ingyen. Ugye, amit még, és most nem is a 18 évi költségvetéshez hozzá akartam mondani, az, hogy viszont a jövőben még a 19-et azt mondanám, hogy így előre láthatólag olyan nagy dolog nincs meglepetésszerűen benne, de ugye várható 20-tól megint a minimálbér, ami megint érint bennünket, ugye akár nem is az állami támogatás, ez a 60 milliót, ja, ezt el akarom még mondani, 60 millió is olyan összeg, hogy megvan szinte mindegyik pántlikázva idézőjelve. Tehát amit az óira adnak, az lehet, hogy egy összeg, de azt csak oda költeted. Abban nem csinálhatsz falunapot, nem csinálhatsz járdán, vagy amit adnak a közművelődésre, azt csak oda költeted. Amit adnak amit települési támogatást, abból nem tudunk mi kivenni, hogy fát ültessünk, azt sajnos ott el kell költeni, azon a jogcímen. Tehát majdnem ez is olyan, hogy amit kapunk, azon se kell nagyon gondolkodni, hanem mert megvan adva, hogy azt arra költheted. Tehát és az állami támogatás az olyan 22-24 millió körül szokott lenni évente, ugye abból is látszik, hogy mivel hál' Istennek azok a helyi vállalkozók, és ezt mind meg is kell köszönni, akik ide fizetik az adójukat, de ugyanúgy a lakosság is, tehát a gépjárműadó, az ingatlanok után járó adó, ebből tudunk azt, hogy legalább működjön az önkormányzat, mert még az állami támogatás nem elég, bőven nem elég, ez még kell hozzá, az, hogy egyáltalán föl tudjunk kapcsolni egy villanyt. Tehát például a kokáért mondom, tehát a nagyon egyszerű, és mindig ez alaptéma, tehát egy óvodai támogatásra annyit adnak, vagy az óvoda után, tehát az állami pénz, amennyi a bérekre elmegy. Akkor még egy szeg nem lett beverve, nem lett egy villany fölkapcsolva, egy deci víz nem lett kijöntve, tehát stb. Ezt ugye az, hogy ezt abból kell finanszírozni, de sok mintát még mik vannak, ugye a konyha, stb. Tehát az, hogyha akarunk, vagy bármikor is valaki úgy gondolja, hogy akar az önkormányzat bármire is fordítani pénzt, a sajnos át kell gondolni, hogy és akkor miből veszi el. Most ez egy szerencsés állapot jelen pillanatban, de hát ehhez az kell, hogy ugye nap mint nap ezen kell törpölni, hogy minden számlát, hogy mégis mire költünk, mert akkor gyorsan el lehetne. Ez nem nagy pénz ám, ez egy önkormányzatnál, miről beszélünk, de nekünk igen. Tehát ez 60 milliós pörgésnél, mert a többi, a nagy számok, az ugye mind a pályázatok, hogy jön a pályázat, de hát azt nem azért adják, hogy majd mi eldöntjük itt, hogy hová adjuk, hanem hogy be lett adva azoknak a vállalkozóknak, stb. Ezt ki kell fizetni. És ugye az nullára lemegy. Tehát se jobbik eset, ha nem kell még hozzátenni. Mert azért azok is vannak. Egy fél mondat csak az, hogy nem csak uniós pályázatok vannak, ugye van pályázat a paksiak, azt mondanám, mi nálunk az még minimális volt, azért minimális mondjuk, mert ugye mi nagyon sok pályázatot nyertünk. Tehát vannak az uniós pályázatok, és vannak az állami pályázatok, igen. Tehát amit a magyar államköltségvetésből, sőt, hát vehetjük azt is, a hidat is a költségvetésből csináltatta meg, ugye a magyar állam nem uniós pénzből. Tehát összességében, arányában azt mondanám, hogy mit tudom, a Paks az 5%, ha elérné, ha most majd az 5 évet megnézzük, az uniós, meg az állami pénz az sokat elvitt, tehát az a hidda azért az 450 millió, tehát az a összeg az viszi a... Tehát 1 milliárd, én ahogy számogattam, ilyen 1 milliárd forint fölött vagyunk, mint amennyi pénz jött a területre ebbe az 5 évbe alsó hangon. Tehát ez is látszik, ugye a maga
és azért mondom, hogy nagyon jó az, hogy végre látunk ilyet is, hogy az önkormányzat vagyona, tehát ott látszik a növekedés, mert ugye ezt a normális könyvelésnél, ugye, amit most csinálgatunk, mert ugye be kell tenni, és akkor ezzel ugye a kataszter nyilvántartásba ugye vezetik azt, hogy nő ezek a beruházásokkal a vagyon. És még akkor tágfogalom, hogy mennyi, meg mi, mert ott csak a fizikálisan, csak a forint összeggel nő, és akkor még nem beszéltünk azt, hogy ne találtál piaci növekedés mennyi, mert tudjuk, hogy egy ház, mit tudom én, ami 5 éve ezelőtt 5 millióba került, most vígan adogatják el 7-8, akár 10 millió, tehát hiába van pénzügyileg az, hogy ne találtál 5. Tehát ezt átfogalom, hogy mi mennyi értéke van. Ezt azért el akartam mondani, így szerintem teljes, és ugye az a megnyugtató, meg a legfontosabb kérdés különben az, amit a Szabolcs is feltett, az, hogy ugye most megelőzte, hál' Isten, a kincstári véleményezés, az elfogadás, mert mi most akkor nyugodtan átadőhetünk, hiszen olyan emberek mondtak rá már véleményt erre az anyagra, akik szerintem többet értenek ehhez, mint mi. Jó. Más valakinek kérdése? Akkor ha én azt mondom, mert ugye május 31-ig el kell fogadni, így megnyugtató kincstári vélemény is, tehát főleg, hogy írásba adtam, ami számomra mindig azért az alap, akkor én azt mondanám, hogy én elfogadásra javaslom ezt a költségvetést, és először a módosítást, ugye, mert annélkül nem tudunk, tehát először a módosítást el tudjuk-e fogadni, és utána módosítás alapján pedig a végleges költségvetést, zárszámadást, ahogy ti mondjátok. Jó. És akkor rátérnénk a következő 3 pontra, de ezt átadnám akkor az Annának. Igen, akkor ez még mindig ugyanaz a módosítás, ami ugye a lakossági kérelem alapján indult, és ugye a mindjárt mondom, hogy melyik utcákat érinti. Bercsényi, igen, Kossuth, Béri Balog Ádám utca, és a 04/19 és 04/20 helyrajzi számú ingatlanok által határolt tömb. Ugye gyakorlatilag annyi történt, hogy átsorolásra került az LF2 jelű építési övezetbe, és ennek megfelelően kell módosítani először is a Siaget község örökség védelmi hatástanulmányát. Akkor a szavazásra van kérdés, de ezzel már annyiszor túl vagyunk. Ez ugye a szakembernek a... Igen. Azért változtattuk ezt a tömböt meg. Tehát, hogy nem ahogy a tévében csak annyi, nem akar az önkormányzat lakóparkot, nem akar mi ott semmit, egyetlen egy területről van szó, aki a teljesen normális... Hát meg normális, lakossági kérelem alapján hát indult, úgy, de miatt. Ugye most már hallottam azt, hogy mi utcát akarunk nyitni, meg minden. Tehát semmi erről nincs szó, csak egy nagy területe, hogy bőven ráfér a két ház, és akkor nyugodtan építsék föl. Tehát ennyi a módosításnak a lényeg. Akkor ehhez kapcsolatban kérdezek valamit. Mert emlékezetem szerint ugye ott a közmeghallgatáson a Feketéné, vagy részére elhangzott egy kérés, hogy a Rákóczi utca ingatlanából a kertnek egy részén értékesíteni. Igen, a Feketénének az ügyét, azt megvizsgáltattuk a Béres Istennel, aki az építész ebben az ügyben, és azt mondta, hogy ez így ebben a formában, ahogy a Feketénénél kinéz a dolog, nem módosítható egyszerű építési szabályzat módosítással, ott először le kéne bontani a melléképületet, stb. Tehát ezért nem tudtuk ebbe betenni. Tehát az ő eleget tesz annak, hogy lebontja ott, mert emlékszem én rá, hogy egyben van építve, vagy nem is úgy van a telekkönyvben sem már, ahogy a valóságban igen, van. Igen. Hogyha ennek eleget tesz, akkor ő is... Persze, hát utána ott a lakossági fórum után a Béres Istvánnak körülbelül egy órát beszélgetett kint erről, és elmondta ott a Béres is, hogy ezzel nem segítene az építési szabályozás módosítás. Először földhivatal, földmérés,
Tehát ugye ez az eljárásnak a menete. Hát ugye, meg az eljárás menete az, hogy ugye, ha fölvennék ezt napi rendi pontra, ugyanígy közmeghallgatás, és akkor ott a lakók ne találtál, vagy abban a tömbben élők, hogy mit szólnak hozzá. Ez nem automatikusan, hogy én eldöntöm, hanem ugye meg kell hallgatni a többit. Itt hál' Istennek senkit nem mondott ellent, ott nem tudom, hogy mi lenne. Ugye ott mi is érdekeltek vagyunk, hiszen az önkormányzati épületek, ez is, vagy a kultúra ebben a tömbben van bent. Tehát ott mi is mondhatnánk bármilyen véleményt. Tehát. És még a lakók is, akik ebben a tömbben. Tehát az, hogy valaki akar valamit, az egy, az bejelenti, és annak le kell folytatni ugyanilyen hosszú időszakon keresztül ezt az eljárást. És ott valaki azt mondja, hogy bocs, de nem, akkor sajnos nem. Tehát. Tehát nem olyan egyszerű, amikor a rendezési tervmódosítást kér valaki, akkor az mindig közmeghallgatással kell. Tehát egyszer a képviselőtestületnek is javasolni kell. Ellent. Tehát mi is mondhatunk ellent, mert azt mondjuk, hogy az nem biztos, hogy a faluba azt a környezetet úgy rendezi. Tehát egyszer a képviselőtestületnek is javasolnia kell, aztán közmeghallgatást kell összehívni, és hogyha ezek megvannak, utána tudja csak a tervező elkészíteni magát a szabályozási tervet. Rengeteg hatóságnak kell ezt megint elfogadnia. Akárhány hatóságnak végig kell járnia. Az önkormányzatnak volt, vagy a képviselőtestületnek egy olyan döntése, hogy végigviszi, ugye már csak az önkormányzat viheti ezt végig, de aki ezt kérelmezi, azt a teljes költséget kifizeti az önkormány. Eddig is így működött, én gondolom eztán is így működik. Tehát Erzsike is, hogyha ő úgy gondolja, hogy tehát ő szeretné ezt véghez vinni, akkor ezt tudatosan végig kell csinálnia. Be kell de adni. Okosan, hát előtte nyilván én biztos megkérdezném a környezetemet, hogy mit szólnak a szomszédaim hozzá, hogy én mit szeretnék, és akkor utána ölnék bele, mert azért nem kis pénz egy ilyennek az elkészítése. Még odáig is költsége merül fel, mert ugye az, hogy az építő ezzel foglalkozzon, ő ugyanígy kiszámlázza felé, tehát ha még meg se kapja, vagy ha nem úgy dől el, mint az ő elgondolása, akkor is. Meg, hát akkor őnek is sem. Hát ezt végig kell gondolnia, hogy hogyan szeretné. Szerintem nem lenne ott olyan akadály, csak hát ott úgy meg kell valósítani akkor ott minden, ahogy hogy az beleférjen az elvírásra. És még ugye konkrétan addig csak az, hogy a terület kapná meg a minősítést, ez, hogy tudja leválasztani, ez már magánügy. Ez már az, hogy ő most le kell lebontani, vagy valami, az már törvények van, szabják meg, hogy mit kell csinálnia. Tehát önnek elég sok pénzt bele kellene abba fektetni, mire ott meg tudja valósítani, de szépen türelmesen ezt végig kell. Persze. Tehát ha ő ezt szeretné, akkor ezt türelmesen végigcsinálja, és akkor menni fog. Mi nem szoktunk szerintem senkinek. Persze. Én azt gondolom, az önkormányzat maximálisan támogatja. Nagyon rendes volt a rendezési tervkészítője is, mert ő is, tehát mikor kiment, ő elmagyarázta az Erzsikének, hogy miket kell megcsinálnia. Én gondolom, ő megértette, tehát hogyha ő úgy gondolja, akkor ezt szépen végigviszi. Ebben nincsen bent, mert ebben nem lehetett már beletenni. Jó, akkor ha más kérdés nincs, vagy van ezzel kapcsolatban, akkor melyikről kell most szavaznunk? Ez a hatástanulmány, tehát hogy elfogadja a testület a hatástanulmány módosítását. Akkor szavazzunk, vagy szavazásra bocsátom, akkor elfogadtuk a teljes kedvel. Igen, akkor a következő az a magának a rendeletnek, tehát a helyi építési szabályzatról szóló rendeletnek a módosítása. Jó, biztos. Igen. Igen, tehát gyakorlatilag a függelék módosul, és akkor a harmadik az pedig a régészeti lelőhelyek függelékének a módosítása. Jó, akkor szavazzunk, hogy elfogadjuk a régészeti függelékeket. Ennyi. És akkor meg volt a három. Jó. Na, ennyi volt így nagyjából, amit mi szerettünk volna, főleg ennek az első pontja. Én egy
egyet akarok, és a tévére le is fogom írni az újságba, mert ugyanúgy baromságok terjednek a településen, méghozzá a bekötő út elején lévő vállalkozónak az elköltözése szempontjából. Ezt ki kell jelenteni, azt, hogy ez semmi köze a Siolgárdi önkormányzathoz. Nem tudtunk, nem is akarunk senkinek az engedélyét se visszavonatni, sőt, megadni is a törvény adta kötelezettségünk. Tehát ha az, hogy egy nem ide bejelentett vállalkozó mit csinál, az nem is jön ide, mint anyag, hiszen nem tartozik ránk. A mozgó árusításnak nincs bejelentési kötelezettsége, vagy annak csak bejelentési kötelezettsége van, nem felülbírálható, gondolom a harci önkormányzat ezt meg is tette, és de a telephely változtatásnak annak viszont engedély, és ugyanúgy, ahogy mindenhol, tehát a szomszédoknak is engedélyezni kell, attól függetlenül, hogy hozzánk még nem jutott el ebbe az ügyből, és én legjobb tudomásom szerint a feketén-fehéren, azért mondom csak szerintem, mert semmilyen anyagot mi nem látunk, hiszen nem tartozik hozzánk az ügy, a közút, mint szomszéd, ő nem engedélyezte, tehát az út melletti ilyenfajta árusítást, és ezért nem is járult hozzá az engedély megadásához. Tehát, és ezzel azt szeretném csak kimondani, hogy kikérem magamnak személy szerint én is, mint polgármester, hogy egyáltalán valaki olyat mondasz, hogy én ebbe belefolytam, vagy én mit akartam, és meg kell mondani azon is, hogy nagyon gondolkodtam azon is, hogy akár becsületsértési pert is indítok, hiszen nem vicces a dolog. Tehát akik hazudoznak, és össze-vissza beszélnek, és nincsenek tisztában a törvényekkel, azt nem szabadna tűrni. Egy az oka, amiért nem, ha nem most lenne a választás, és ebben a 4 hónapban úgyse lenne ebből semmi, ne találtam, vagy 4 hónap, ha kicsit hosszabb idő lenne, simán. Vagy a vállalkozó beszél össze, majd a bíróság eldönteni. De elegem van, meg kell hagyni így a vége felé, hogy ami sok hülyeséget néha összeoldanak, akár rólam, akár más testületi tagról, nem, aki normális, egymással úgyse fogunk össze, akivel össze kell ugrani, vagy nem szeretjük egymást, az úgyse szeretjük egymást, de egy dolog van, hogy a polgármester, nem mint Gerő Attila, hanem mint a polgármesternek vannak azért olyan, hogy nem mondunk valótlanságot, be kell bizonyítani. És ha nem tudja bebizonyítani, akkor meg kell vállalni mindenkinek az ezzel járó büntetést. De azért ezt az újságban is lefogom, mert nem mindenki nézi ugye egyhogy technikailag a tévét, de ott is le fogom ezt írni. Jó? De ezt el akartam még mondani. Valaki még valami? Hát csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én vontam vissza az engedélyt harcon. Tehát, mint a harci önkormányzat. Mint a harci önkormányzat aljegyzője, én írtam meg neki, hogy visszavonjuk az engedélyt, mert a közút többször felhívott minket, hogy ők ehhez nem járulnak hozzá, se az új helyen, se még a régi ott a parkolós helyen. És ő nem is foglalkozott azzal, hogy kap engedélyt, vagy sem, és a közút kért meg minket erre. Ennyit feketén-fehéren, ne is ragozzuk tovább, mert annyit nem ér az ügy. Jó, akkor ha más nincs, akkor köszönöm szépen.